Jó reggel, Vietnám! Csácsubi, hoztam nektek egy videót, ami hát egy kicsit röhelyes, egy kicsit retro, nem kicsit retro, mert körülbelül 20 éves videóról van szó, ami nem is videó, hanem inkább ilyen kisfilm jellegű, és ez nem más, mint egy, igen, ez egy kisfilm, amit 20 évvel ezelőtt csináltam, és az apropója ennek az egésznek az, hogy ezt a kisfilmet, ezt egy mobiltelefonnal rögzítettem, az egyik első kamerás mobiltelefonnal, és ráadásul azon az eszközön is vágtam. Szóval ez nem került fel számítógépekről, meg között, mert nem is volt akkor számítógépem, meg hát igen. Úgyhogy ez úgy volt, hogy megterveztük, milyen jelenetek lesznek, ezeket felvettük, és a mobiltelefonom lett vágva. Ez a mobiltelefon ez nem arra volt kitalálva, hogy ugye komplett ilyen kisfilmeket vagy filmeket vágjanak vele. Ugye ez annyi volt, volt egy ilyen nagyon egyszerű vágóprogram, ami arról szólt, hogy így ha felveszel egy jelenetet, akkor mondjuk raksz alá egy zenét, meg levágod az elejét végét, de mi kicsit megerőltettük az eszközt, komplett kisfilmet vágtunk vele, aminek az volt a hátránya, hogy konkrétan egy két jelenet összevágása akár ilyen jó pár percig is tarthatott, amíg lekonvertálgatta, és akkor így egymásba füzögettük a jeleneteket. A másik hátulütője ennek az volt, hogy körülbelül szerintem egy ilyen maximum 10 megabájtnyi adatot tudott tárolni, úgyhogy egy ilyen kisfilm összevágása az is problémát jelentett, hogy mindig törölni kellett egy jelenetet, utána összevágni egy másikkal, és akkor így gyakorlatilag a nyersanyagok azok abszolút nem maradtak meg. Ebből kifolyólag, hogyha kifagyott az eszköz konvertálás közben, akkor buktuk az egészet, akkor kezdhettük előről. Úgyhogy egy ilyen 5 perces kisfilm felvétele, mobiltelefonon való összevágása, az komplett egy napot igényelt. Tényleg, mivel konkrétan az volt, hogy konvertálgatás, hosszú perceken keresztül imádkozni, hogy nem fagyott ki, ha kifagyott, akkor újra kellett venni azt a jelenetet, úgyhogy egy borzalom volt. Jó néhány ilyen kisfilm készült, az egyiket elhoztam nektek, amiben egyébként az egyik ex-barátnőm szerepel, meg az egyik haver. Vele együtt csináltuk ezt a kisfilmet. Itt hoztam olyan képeket is, amik reprezentálják, hogy mennyire kicsi eszköz volt, és hogy mennyire bonyolult volt rajt vágni. Hát látjátok, hogy ez egy ilyen nagyon pici telefon volt. Emlékszem, hogy ez olyan pici volt, hogy úgy hallgattam rajt zenét munkahelyen, hogy a fülvédő tokba bele tudtam tenni, és konkrétan a külső hangszóróján szólt valami zene, hát igazán egy-két MP3 szám ráfér talán. De az nagyon maximum volt. Úgyhogy ez ekkora volt, ilyen nagyon fapad menürendszerrel, borzalom nehéz volt vele vágni, hát nem is tudom, hogy miért próbáltuk meg. Többek valószínű, hogy azért, mert nem volt más lehetőségünk. Na, de akkor nézzük ezt a kisfilmet, ami ilyen horror akart lenni. Hát ennyit tudtunk kihozni az egészből, mert sajnos tényleg nem volt más lehetőség. Ennyi perc, ilyen vágásokkal. Ja, és a zenék, hogy túl hangosak, gondolom mondjátok, hogy túl hangosak. Hát itt úgy volt, hogy vagy raktál zenét egy videóra, vagy nem raktál. Nem tudtad időzíteni, nem tudtál semmit csinálni vele, hanem konkrétan volt egy-két ilyen zenei sabló, nagyon, ilyen nagyon minimális lehetőségek voltak, mit tudom én, horror, ilyen burlesque, meg ilyesmi, egy-két zene volt, azokat így fölpakoltad, aztán ez jött ki belőle. Na, de jön a videó. Meg is hallnék érted. Jaj, kicsi, el kell mennem. Megvársz, amíg visszajövök? Nem, mert a barátnőmmel találkozom majd.
Thank you.